Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Digitális Témahét webinárium sorozatában. Ma esti előadónk dr. Lénárd András, aki az ELTE tanító és óvóképzőkarán dolgozik, és hát nagyon-nagyon ismert szakember, hiszen a robotika témában nagyon sokszor sok helyen ad elő, és aki már ismeri és hallotta előadni, az tudja, hogy egy nagyon élvezetes előadás előtt állunk. Nem is húzom az időt, hát is adom neki a szót. Parancsolj, András! Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm az összes jelenlevőt, és engedjétek meg, hogy tegeződjünk az előadás folyamán. Ahogy elnéztem a névsort, rengeteg nagyon-nagyon ismert és jegyzett robotika specialista pedagógus van jelen. Az előadásommal elsődlegesen az a célom, hogy megkönnyítsem az alsósok számára készítendő robotika projekteknek a tervezését. Nem konkrét projekteket szeretnék bemutatni, szándékosan nem úgy készültem, hanem leginkább gondolatébresztő momentumokat, hogy meginduljon a tervezésnek a folyamata, hogy merjünk elképzelni dolgokat, kitalálni, és ehhez szolgáltatnék egy-két adalékot. Attila bemutatásához annyit azért hozzá szeretnék tenni, hogy az ELTE tókos oktatói tevékenységem mellett én gyakorló pedagógus is vagyok, tehát én alsó tagozatban is tanítok a gyakorló iskolában. Tehát ami tapasztalatot itt szeretnék veletek megosztani, a mögött mind gyakorlat áll, tehát egyetlen egy momentum nincsen, ami pusztán elméleti lenne. És pontosan ezért tudom, hogy nem olyan egyszerű ezeket a robotika projekteket megtervezni úgy, hogy a gyerekek számára is hasznos legyen, illetve a kollégáknak, illetve az egyéb érdeklődőknek is megérje bekapcsolódni egy ilyenbe. Ígérem, hogy nem lesz hosszú a nevelés történeti bevezető, de azért muszáj Gyuit megemlíteni, mint a projektmódszer egyik atyát. Azért, mert nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy amit mi projektnek gondolunk, az többször kiderül, hogy tulajdonképpen nem az. Nagyon divatos projekteket készíteni, és nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy tulajdonképpen a lényeg sikkad el, vagyis a gyerekekre gyakorolt pozitív hatás, és minden áron valami nagyon-nagyon ütős produktumot szeretnénk bemutatni. Az a baj, hogy a kettő gyakran üti egymást, tehát hogyha a külvilág számára akarunk valami nagyon látványos robotika projektet létrehozni, azt lehet, hogy mondjuk például maguk a gyerekek, a résztvevő gyerekek nem élvezik, tehát itt mindenképpen valami észszerű kompromisszumra kell törekednünk. Hát itt ugye a lényeg, hogy a projekteknek a fő értéke maga a folyamat, és nem a végtermék. Ezt érdemes mindenképpen szem előtt tartani, és ebből a szempontból nem teljesen jó, hogyha például a projektekből versenyt szervezünk. Ugye itt a digitális témahéten szó sincs versenyről, itt inkább arról van szó, hogy megosztjuk egymással a jó gyakorlatainkat, de nagyon sokszor lehet egyébként hallani, hogy a projekteket rangsorolják, helyezésekkel látják el. Nem minden esetben van ez magának a folyamatnak a hasznára. Hát itt látjátok, hogy tulajdonképpen mi az a folyamat, mi az a tevékenység, ami érték egy projektben. Egyáltalán nem csak a végtermék, és nem érdemes mindent a projekt végének alárendelni. Én úgy gondolom, hogy élvezni kell a folyamatnak minden egyes percét a gyerekekkel, és egy igazán jó projekt nem csak a gyerekek számára emlékezetes, hanem a tanár számára is. Egyrészt azért ugye fárasztó nyilván, viszont nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon örömteli. Hát ami nagyon lényeges, itt ki is emeltem, az együttműködés. Tehát ennek érdemes mindent alárendelni, még egyszer mondom, sokszor akár a végeredményt is. Lehet, hogy nem fog olyan csillogóra sikeredni a projektünknek a vége terméke. Lehet, hogy mi magunk, vagy egy-két szakember bevonásával jobbat, szebbet, működőképesebbet tudnánk alkotni. Mégsem szabad belenyúlni, mert a
lényeg a tanulóknak az együttműködése, illetve a mi együttműködésünk a gyerekekkel. A másik, ami miatt nagyon hasznos pedagógiai szempontból a projekt, a differenciálásnak a folyamatos lehetősége. Hát nagyon gyakran azt látjuk, hogy egy projektnél nem az az elsődleges szempont, hogy a gyerekek adottságaihoz, sajátosságaihoz mérjük a feladatot, hanem itt is hajtjuk a jó végeredményt, és mindent ennek rendelünk alá. Ismét arra buzdítanék mindenkit, hogy ne ezt tegyék. Ami a lényeg a robotika projektjeinkben, az az önálló és a csoportos tapasztalás, ami nem szétválasztható egymástól, nem feltétlenül egy önálló és egy csoportos része, hanem ezek együtt működnek. Nagyon fontos, hogy a projektünk témáját a lehető legtöbb oldalról közelítsük meg, ehhez nyilván egy olyan projekt téma is szükséges, tehát nem érdemes nagyon-nagyon egyetlen egy dologra kiélezni a projektet, mert éppen ezt a szerteágazó összefüggés rendszert nem fogjuk tudni föltárni a gyerekekkel. Robotika projekteknél nem nagyon áll fönn ez a veszély. Egy másik példát mondanék, hogyha nagyon-nagyon ragaszkodunk például ahhoz, hogy egy mondjuk az iskolánknak egy kevésbé ismert névadóját, vagy egy adott helyszínt, egy adott eseményt dolgozzunk föl, akkor nagy, és arról nincs elegendő információnk, akkor nagyon gyakran kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy nem tudunk több oldalról közelíteni egy adott témához. Hát hogyan tervezzük meg majd a robotika projektünket? Itt, amit láttok, az egy ilyen sablon, egy tipikus projekt tervezésnek a szakasza. Ami a leglényegesebb, az első pont a témaválasztás, erről majd mindjárt lesz egy külön dia. Ezt azért mondom, mert nagyon fontos, hogy az egész projekt az valóban projekt legyen. Előbb céloztam arra, hogy Gyuri mester, hogyha rálátna arra, ami az elmúlt 4-5 évben történt projektügyben, akkor lehet, hogy összevonná a szemöldökét abból a szempontból, hogy nagyon gyakran, és itt ugye egy fogalmi zavar is van, mert az üzleti életben, amit projektnek tekintünk, az a pedagógiai projekttől ezért elősen különböző dolog. Ma már lassan minden projektnek nevezünk, amikor több ember dolgozik valamin, és annak van egy eredménye. Hát nem minden esetben beszélhetünk pedagógiai projektről ezekben az esetekben. Az iskolai gyakorlatban leginkább azt látjuk, és ez alól sajnos a robotika projektek sem kivételek minden esetben, hogy amikor együtt dolgozik egy osztály, vagy mondjuk egy témán dolgozunk hosszabb ideig, azt automatikusan projektnek hívjuk. Tehát például matematika órán 5 órán keresztül a törtekkel foglalkozunk, akkor azt már el szoktuk nevezni tört projektnek, nagyon jól hangzik, de tulajdonképpen sem egyéb nem történik, mint hagyományos frontális keretek között dolgoznak a gyerekek 5 órán keresztül, mondjuk a munkafüzetből. Tehát attól még nem projekt egy projekt, hogy hozamosabb ideig azonos téma merül föl. Hát itt látjátok, hogy milyen fázisok vannak. Például egy most már konkrét robotika példa, amikor mondjuk egy adott területet szeretnénk bejárni, vagy egy adott robotnak a mozgását tervezzük, illetve útvonalakat helyezünk el különböző környezetekbe, az már tervezhető például az előbb látott módon. Ez egy robotpályának, egy nagyon egyszerű elsőosztályosoknak, illetve óvodásoknak készített robotpályának az elvi felépítése. Persze később ez megtelik tartalommal, a tárgyak megelevenednek, színeket, formákat kapnak, ez csak egy nagyon egyszerű alaprajz. Másik kérdés, ami gyakran fölmerül, hogy mit csinál a pedagógus a projektben, és gyakran ez okozza a legnagyobb problémát a mi számunkra, mert annyira szeretnénk jó eredményt elérni, zárójelben, csöndben jegyzem meg, esetleg lepipálni a többi projektet az iskolában, hogy úgymond szolgálatba helyezzük magunkat, és bizonyos esetekben átvesszük a gyerekektől azokat a feladatokat, ami a projekt szempontjából fontos lenne. Hát ezt nem érdemes csinálni, hiszen a lényeg veszik el. Itt azt látjátok, hogy egy picit azért egy megváltozott attitűdöt,
és egy megváltozott pedagógus szerepet kíván egy jó digitális projektnek a megszervezése. Hát itt fölírtam, hogy mi mindent csinál egy pedagógus a projektben, de talán a leglényegesebb az utolsó pont, hogyha kell, a háttérbe húzódik, és egy picit próbál szakítani azon az évszázados pedagógus szereppel, vagy próbál eltérni ettől az évszázados pedagógus szereptől, hogy folyamatosan koordináljon mindent, ellenőrizzen, és folyamatosan visszajelezzen. Inkább azt mondanám, hogy legyünk a gyerekek partnerei, mint irányítói. Természetesen, mivel itt most ma alsó tagozatosoknak készített projektekről van szó, természetes, hogy azért itt nekünk koordináló szerepünk van, szervező szerepünk van, de ezt próbáljuk meg talán az eddigiektől kicsit kevésbé domináns módon tenni. Hát itt van a sarkalatos pont, a témaválasztás módja. Egyébként, amit itt láttok a képen, ez egy nemrég elkészült projektünk volt, ez egy méki-méki projekt volt, ahol az volt a feladat, hogy az egészséges életmódot és a méki-mékit összekössük valahogy. Első ránézésre nem egyszerű a feladat. Itt egy rész feladatát látjuk a projektnek, ahol hozzá lehet érni a különböző élelmiszerekhez, de hogyha egészséges élelmiszerhez érünk hozzá, úgymond egy kasszát szimulálunk, ugye látjátok a monitoron, hogy ez a pénztár, akkor ez az intelligens kassa, ez különféle utasításokkal lát el minket, például ezt a Milka csokit mindenáron vissza akarja tetetni velünk, illetve a muffint. Tehát hogyan lehet témát választani? Hát az első legklasszikusabb, amikor a pedagógus hirdeti meg, mondván én tudom, hogy mit tudunk megvalósítani, esetleg én tudom, hogy mit szeretnek a gyerekek, akkor megmondom, hogy mi lesz a projektünknek a témája. A másik, amikor a gyerekek találják ki, ami szenzációs dolog, de a gyerekeket általában nem szokta érdekelni az, hogy ez megvalósítható-e, rendelkezésre állnak-e a források, például anyagi források, időben kivitelezhető-e. Általában az alsó tagozatosok mindig valami olyan feladatot álmodnak meg projektfeladatnak, ami elég nehezen teljesíthető. Nagyon sokszor a fantáziájuk, a belső képeik, a hitviláguk is áthatja ezt az egészet. Tehát itt azért érdemes egy picit segíteni, és itt következik a harmadik, talán a legjobb alsó tagozatos digitális projekt indítás, amikor a pedagógus egy alapötletet, egy témát, egy témakört ad meg, és a gyerekek ötlete alapján közösen találjuk ezt ki. Talán erre buzdítanék leginkább mindenkit. A megadott téma feldolgozás annyiban különbözik, a pedagógusok hirdetik meg ponttól, hogy ez általában valami évfordulóhoz szokott kötődni, tehát például volt a milleniumi évre készített projekteknek a sorozata, valamilyen költőnek, zeneszerzőnek, írónak a születésnapja tiszteletére készített projektek, az iskolának a valahanyadik évfordulójára készített projektek. Lehet esetleg, hogyha tudunk ilyen informatikai témát találni, például a robotikában is vannak nevezetes dátumok és nevezetes robotok, tehát akár ezen a vonalon is el lehet indulni. Az utolsó, hát az a legnem kívánatosabb, ez az úgynevezett kézi vezérléssel, amikor a pedagógus azt hiszi, hogy a gyerekek találják ki a projektet, de amikor olyan irányba indul, amerre nem kéne, akkor rögtön közbeavatkozik. Tulajdonképpen itt ő találja ki, csak a gyerekek hát úgy érzik, hogy nekik is van beleszólásuk, de valójában nem. Tehát nagyon-nagyon sarkalatos és fontos tényező a projektnek a témájának a kiválasztása. A másik, hogy mi lehet a végtermék, csúnyán hangzik, de hát végülis a projektnek a végterméke, vagyis a produkció. Hát bár a bevezetőben beszéltünk arról, vagy beszéltem arról, hogy nem ez a lényeg, de azért mégis valaminek meg kell születnie egy projektnél, annak ellenére, hogy a folyamat és a tevékenység a lényeg. Hát a projekteknek a nagy része az valamilyen tárgyasult formát ölt, tehát egy tárgy, modell, játék születik. Robotika projekteknél gyakran készítenek a gyerekek működő robotokat, vagy kódolással munkára fogható egyszerűbb eszközöket. Erre a kicsik is képesek, de előfordulhat az alsósoknál,
hogy egy robotot makett formájában készítenek el, tehát nem tudja a működésbeni funkcióit utánozni, viszont külső jegyeiben hasonlít rá. Ez nagyon jó, csak itt azért érdemes valamilyen informatikai tartalmat, valami digitális tartalmat is hozzátenni, tehát a cipős dobozokból készített nagy robotember, nagy humanoid, az egy nagyon jó kézműves projektnek lehet a vége, de hogyha nem teszünk mellé semmilyen digitális tartalmat, akkor nem igazán digitális projekt. Hát milyen digitális tartalmat lehet hozzátenni, megint egy saját példát mondok. Készítettünk mi cipős dobozból egy nagy robotot, és annak az egyes testrészeihez, alufóliából készíthetünk érintő felületeket, és azt például egy Microbit-tel, vagy egy Makey-Makey-vel, vagy egy Raspberry Pi-jal tudjuk vezérelni, és akkor például a robotunk az egyes helyeken érintésre valamilyen tevékenységet végez. Vagy elhelyezhetünk a robotban, a fejében, kezében ledeket, amiket szintén nagyon jól tudunk vezérelni, például egy Microbit-tel. De természetesen nem csak tárgy lehet a vége, legalábbis klasszikus értelemben vett tárgy, lehet egy írásmű, színdarab, egy videó felvétel, de nagyon-nagyon jó projektém, amikor egy kiállítást készítünk, például a robotok történetéről, lehet egy interaktív kiállítást készíteni iskolai keretek között, ahol működő objektumok is vannak, például a videók mellett. Ilyenkor olyan hasznosulása is van a projektnek, hogy a többi gyerek számára egy rendkívül hasznos dolgot készítettünk. Még a nyilvános vitát emelném ki, ami főleg angolszász területeken nagyon divatos, és bizony robotika vonatkozása is van, ha nem is a teljes projektnek a végeredménye, de részeredménye lehet például olyan vita, amikor a gyerekek, például egy saját példa, amikor az alsó tagozatosok arról vitatkoznak, hogy a robotok túlzott érnyelése jelente valamilyen veszélyt az emberek számára, illetve, hogy meddig érdemes beengedni a robotokat az életünkbe. Meglepően érett és jó véleményeket lehet hallani a gyerekektől erről. Fogok az előadás végén ajánlani könyvet, amelyikben például olyan nyitott végű szituációk találhatók, amiket nagyon jól föl lehet ilyen vitákra használni. És itt is az a helyzet, mint az előbb, hogy a legutolsó pontot tudnám leginkább ajánlani, a fentiek kombinációja. Az alsó tagozatosoknál az életkori sajátosság miatt nem feltétlenül érdemes egyetlen egy nagy távlati, gyerekek szempontjából sokszor elérhetetlen célt kitűzni. Az alsó tagozatosok folyamatos megerősítést igényelnek, visszajelzést a munkájukról, motivációt, a jó eső alkotás érzését. Éppen ezért érdemes egy alsó tagozatos robotika projektben inkább több kisebb produktumot létrehozni, és azt esetleg a végén például egy kiállításba szintetizálni. Miért éppen a robotika jó témája a projektnek, a digitális témahétre? Hát az első nem túl tudományos, de nagyon igaz, azért, mert jelenleg menő dolog a robotika. Nem nagyon van olyan gyerek, akit ez valamilyen szinten nem érdekel, és azért jók ezek a komplex robotika projektek, mert ebben azok a gyerekek is megtalálják a nekik megfelelő tevékenységet, akik például alapvetően nem technológiai beállítottságúak, tehát például ők készíthetik a robotnak a éppen nem digitálisan működő részeit, szervezhetik a kiállítást, vághatnak például videót, készíthetnek rajzokat, akár számítógéppel, akár hagyományos módon. Tehát tulajdonképpen mindenki megtalálja a robottal kapcsolatban azt a tevékenységet, amit fontosnak tart. A robotika legfőbb előnye nem az, amit nagyon sokan gondolnak, hogy a gyerekek majd fejlesztő mérnökök lesznek az XY gyárban, vagy összeszerelő üzemben a robotokat fogják programozni. Az még egy nagyon távlati dolog, addig még nagyon sok minden történik, például kialakul olyan szakma, ami ma nincs is, robotikával kapcsolatban, tehát azért ne a pályaválasztás legyen az elsődleges szempont, sokkal inkább a gondolkodás fejlesztés, ami a robotika projekteknek a legfőbb hozadéka lehet, mert
robotokkal való munka során olyan elvont gondolkodási műveleteket kell végrehajtanunk, olyan algoritmikus elemeket kell használnunk, amely általában robotikától függetlenül is jótékony hatással lehet a probléma megoldó gondolkodásunkra. Nem csak, hogy mindenki megtalálja a maga feladatát, hanem mindenki megtalálja a maga szintjét ezekben a projektekben, méghozzá olyan módon, hogy ez nem a klasszikus, régi, névócsoportos differenciálást juttatja eszünkbe. Ugye mindenki emlékszik diák éveiből olyanra, hogy a kicsit gyengébben haladó vagy ügyetlenebb tanulók kaptak egy ilyen, hát egy nagyon egyszerű feladatot, és 2 percen belül mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy kik az ügyesek, kik a közepesek és kik a jók. Hát egy ilyen robotika projektben annyi részfeladat van és annyi érdekes tevékenység, hogy ezek nem különülnek el ilyen szempontból egymástól, mindegyik teljes értékű, érdekes és fontos feladat lehet, és a differenciálás nem bántó módon valósul meg, illetve nagy szerepét az öndifferenciálásnak, ahol maga a tanuló határozza meg azt a feladatot, amit az ő szintjén és érdeklődésének megfelelően meg tud oldani. És hát az utolsó pont lehet, hogy itt is ugyanaz a helyzet, hogy a legfontosabb, hogy a valós probléma megoldás az nagyon lényeges, de akkor, hogyha mi tényleg valós problémát dolgozunk föl. Természetesen nem autókat kell összehegeszteni az iskolai projektben robotok által, de nagyon jó, hogyha egy valós szituációt szimulálunk, tehát olyan problémát oldunk meg robotokkal, illetve a projektünkkel, aminek van valamilyen kapcsolata a hétköznapi élettel. Utalnék itt az előbb bemutatott egészséges élelmiszerek vásárlása a pénztárnál projektre, ami egy ténylegesen valós szituációt modellez, amellett egy olyan hozadéka is van, hogy a programozás mellett az egészséges táplálkozásról is tanulnak benne a gyerekek. Hát egy rövid kis videót indítanék most el, remélem, hogy elindul, ahol a tavalyi, illetve az idei BET Show-nak a tapasztalataiból vágtam össze egy kis részt. Ha robotikára gondolunk, akkor azt látjuk, hogy külföldön Dunát lehet rekeszteni a robotokkal. Magyarországon egyelőre még nem, de itt is rengeteg fajta robot kapható. A technológiai ipar nagyon éles szemmel észrevette, hogy bizony az alsó tagozatosok, illetve az óvodások is nagyon-nagyon jó cél réteg a különböző robotok számára, és megjelentek a valódi robotok, illetve a robotnak látszó játékok, robot külsejű játékok. Hát mielőtt itt azt kérdezné, vagy mondaná valaki, hogy jó, de nálunk ilyen az iskolában, óvodában úgyse lesz, nem egészen biztos. Utalnék például olyan kezdeményezésekre, mint a itt lévő hallgatóság által is jól ismert robotcsámborgás, ahol ezeket a robotokat valamilyen szponzor segítségével utazó rendszerben kipróbálhatják a gyerekek, illetve egyre nagyobb a jelentősége a különböző nagyobb cégek szponzori tevékenységeinek. Itt egy kis iskolai munka szükségeltetik sokszor a pedagógusok részéről. Érdemes megkeresni ezeket a cégeket, és általában én azzal szoktam érvelni, hogy elmondom, hogy hány gyerek látja közvetve és közvetlenül az eredményét a projektnek, például ugye a YouTube-on, vagy nálunk, amikor a hallgatók is megnézhetik, vagy amikor a kerületben, faluban, ahol lakunk, megnyitjuk a lakosság előtt is például a projektünket bemutató kiállítást, akkor annak nagy marketing értéke van, erre általában szoktak harapni a robotokat forgalmazó cégek. Ez az ábra, most nem témája ennek az előadásnak, hogy ebben részletesen belemenjünk, de azt mutatja elég jól, hogy amikor bármilyen kódolással, robotikával kapcsolatos feladatot végzünk, akkor tulajdonképpen egy ilyen 4 pilléren álló, nagyon jól fölépített, és az egyes részeket arányosan és egymást feltételezve alkalmazó gondolkodási művelet valósul meg. Nagyon leegyszerűsítve tulajdonképpen a gyerekek egy jó robotika probléma megoldásánál, vagy egy jó kódolási szituációban fölismernek ismétlődő elemi részleteket, azonosítják ezeket,
ezeket a kis algoritmus részleteket össze tudják építeni algoritmusokká, illetve el tudnak vonatkoztatni a konkrét tevékenységtől, és azt esetleg más szituációkban is használják. Egy példát mondjak erre, nagyon gyakori feladat az, amikor válogatni kell valamit, különböző kategóriákba vagy halmazokba kell helyezni dolgokat. Természetesen ezt persze megtehetjük robotokkal és a szenzorok segítségével, bár az inkább felső tagozatos vagy középiskolás feladat. De például, amikor a gyerekek mondjuk sorrendbe tesznek, vagy valami alapján válogatnak, akkor mindig van egy alapminta, amit észrevesznek. Például a sorrendbe kell tenni gyöngyöket, vagy bármilyen tárgyakat, akkor rájönnek, hogy úgy lehet megtalálni az összes lehetséges sorrendet, hogyha először lerögzítjük az elsőt, utána cserélgetjük a második kettőt, utána egy másikat rögzítünk le. Később ezt például föl tudják használni egy másik problémánál, mondjuk amikor megkérdezzük, hogy a futók hányféle módon érkezhetnek be a célba egy versenyen, akkor az elvonatkoztatás hatására rájönnek, hogy tulajdonképpen ez ugyanaz, mint a golyóknak a sorrendbe rakása, csak itt most futókról van szó. Hát nagyon leegyszerűsítve, ilyen elemi kis algoritmusokat tudunk a gyerekekkel végrehajtatni. Most mondanék egy olyan érdekes mellékvágányt, ami még mindenfajta digitális eszköz nélkül, illetve tulajdonképpen nézőpont kérdés, hogy ezek digitális eszközök-e, mert egy kicsit, ha nagyon a mélyükre hatolunk, mondhatjuk, hogy igen. A kódolást nagyon-nagyon jól le lehet indítani, és igazi jó projekt téma a digitális eszköz mellett a hagyományos eszközökkel történő kódolás, aminek egy nagyon izgalmas formája a gyerekek számára a titkos írás, vagy titkos kódok használata. Egy-két példát villantanék fel, hogy mi az, amit kimondottan kézműves jelleggel el lehet készíteni, és utána például már egy eszközzel, vagy egy programmal ki lehet egészíteni a használatát. Ez például egy ókorban használt levélkerék, mondhatnánk azt is, hogy ez egy lyukkártya tulajdonképpen, egy antik lyukkártya. Az egyes betűknek lyukak felelnek meg, és ezeket pedig fonállal, vagy pedig spárgával összekötjük. A kereket elküldjük, és például ebben az esetben be tudjuk azonosítani, hogy melyik betűket helyeztük el, mivel a fonal folyamatos, ezért a sorrend is adott, és például ki tudjuk rakni ezt a szót a gyerekekkel. Mindenki elkészítheti a saját kerekét, és befűzheti. Tulajdonképpen egy kezdetleges kódolást valósítottunk most meg. Aztán bizonyára sokak által ismertek a különböző kódfejtő rácsok, ahol szintén arról van szó, hogy egy előre megadott betű mátrixon különböző információkat helyezünk el. Ugyanazt a kódoló rácsot tudjuk használni, csak el kell fordítani, ezért vannak itt ezek a jelek, hogy egyes oldal, kettes, hármas, négyes. Praktikusan úgy tudjuk az üzenetet megcsinálni, hogy először az üres papíron beírjuk az üzenetet, és utána feltöltjük egyéb betűkkel. Ilyet is készítetnek a gyerekek, és ennek a segítségével tudnak titkos üzeneteket küldeni. A következő szintén egy antik kódolási eszköz időszámítás előtt 146-ból, de ez már tulajdonképpen a robot pályákon való mozgást készíti elő, amikor a padló robotokkal haladunk, illetve a tájékozódást. Ugye matematikában is van egy olyan témakör, a tájékozódás, ahol általában a legtöbb könyv és munkafüzet a saktáblára korlátozódik. Ez tulajdonképpen egy saktáblán való tájékozódást, vagy torpedót segítő játék, de a gyerekek számára nagyon érdekes lesz, hiszen ez valóban, valóban működik, illetve valóban működött. Ez a Polybius távírója következőképpen működik, ehhez el kell készítenünk a gyerekekkel egy mátrixot. Itt ebben az esetben ugye látjuk, hogy egy 5x5-ös mátrixot kell elkészítenünk. A baloldali bástyasor a függőleges, tehát az oszlopok, a jobboldali pedig a sorokat adja. Meg is számozhatjuk A, B, C, D, E, F és 1, 2, 3, 4, 5.
Ezután ebbe a Matrixba tetszőlegesen helyezhetünk el tárgyakat, például a kisebb gyerekek nagyon szokták szeretni azt, hogy valódi tárgyakat helyezzünk el a Matrixba, és ezeket ki kell választani, netán magunkhoz is vehetjük. Hogyan tudunk egy tárgyat kijelölni? Ugyanúgy, ahogy az ókorban üzentek egymásnak a katonák, a különböző bástyákban megjelenő lángok, amit nyilván osztálytermi körülmények között csak szolidan idézünk elő, leginkább ledekkel érdemes, de lehet színes zászlókkal is. Tehát ebben az esetben például a második oszlop ötödik sorában, vagy ha fordítva állapodunk meg, akkor második sor ötödik oszlopában található az a betű vagy tárgy, amire gondoltunk. Nagyon látványosan el lehet ezt készíteni, tehát mondom, lehet például a kreppapírból készített lánggal imitálni a lángot, de nagyon jó, hogyha ezt ledekkel, például a Microbitnek a ledjeinek a kigyújtásával is nagyon jól lehet utánozni. A gyerekek számára külön vonzó, hogy ilyen valóban létezett, és nem egy kitalált dologról van szó. Ezzel elvarázsolhatjuk egyébként a szülőket, nagyobb gyerekeket, sőt a történelem tanárt is az iskolában, mert nem egy közismert eszközről van szó. Aztán egy nagyon érdekes dolog, és ezt is érdemes a gyerekeknek megmutatni, mi több után ők is készíthetnek ilyen titkos kódolt üzeneteket. Egy cserkész, későbbi cserkész vezető, Baden Powell készítette ezeket a titkos rajzokat, ugyanis ő kém volt, és az ellenséges területen az ellenséges erődöknek a térképét rajzolta föl, de egy habókos lepkevadásznak álcázta magát, és ilyen rajzokat készített, amin tulajdonképpen az erődítményeknek az alaprajza felépítése és a környéknek a térképe található. Egyszerűen a katonák közé vegyült, és senkinek nem tűnt föl, hogy ilyen módon kódolta a környéknek a képét. Ezek a titkos írásra vezethető, visszavezethető dolgok nagyon jól földolgozhatók egy projektben, akár a projekt fő témájaként, akár bevezetőként, mert azért mégis most már rá kéne térnünk a digitális eszközökre is egy ilyen kis kitérő után. Ez az utolsó rész, amihez egy videót is bejátszok, aminek sajnos nem lesz hangja, majd én alámondom. A világirodalom egyik legklasszikusabb és legérdekesebb kódfejtése, Sherlock Holmes táncoló figurák esete, ahol arról van szó, hogy időről időre ilyen furcsa ábrákat találtak egy ajtón, és nem tudták, hogy ez mi lehet. Lehalkítom a hangszórómat, mert azt hiszem belehallatszott. Tehát itt arról van szó, hogy Sherlock Holmes megfejti ezt a dolgot, és egy nagyon érdekes módszerrel fejti meg. Ezt a módszert a gyerekek is tudják alkalmazni titkosírás megfejtésnél, különösképpen annál a fajta titkosírásnál, amit Cézár kódnak hívunk, amikor egyszerűen csak eltoljuk egyel az ABC-t, tehát ugyanannak a betűnek ugyanaz a jel felel meg végig. És tulajdonképpen Sherlock Holmes azt csinálta, ahogy a második világháborúban az Enigmának a kódját megfejtették, az ismert szavak módszerével. Feltételezte, hogy ez valamilyen titkos üzenet, ahol minden figura egy betűnek felel meg. Föltette az üzenetet a falra, és utána rájött, hogy a hölgy, akinek írták az üzenetet, az erre a névre hallgat, ezeket a betűket feltételezte, hogy ez biztos benne lehet mindig a szövegben. Ezek után statisztikai módszerekkel elkezdte próbálni, hogy minek melyik betű felel meg. Például, ha gyerekek megfejtenek egy titkosírást, akkor általában az E és az A betűket érdemes megkeresni, hiszen az a leggyakoribb. És ezek után, most kicsit beletekerek, Sherlock Holmes megfejtette ezt az üzenetet. Ezt is érdemes a gyerekekkel végigcsinálni. Tapasztalatom, hogy harmadik osztályos gyerekek, de akár második osztályos gyerekek is a mi segítségünkkel ezt az üzenetet vissza tudják fejteni, és óriási örömöt jelent a számukra. Aztán már egy következő lépés, és szintén a kódoláshoz vezet, de még nem feltétlenül digitális eszközökkel, bár itt már ezek is számításba
vehetők. Az algofejtörők, amik olyan fejtörők, problémák, aminek a megoldásához mindenképpen egy algoritmusra lesz szükségünk. Az algoritmus pedig nagyon-nagyon jól kódolható. Klasszikus feladatok az átkeléses feladatok, amivel általában farkas, káposzta, kecske problémát szokták ismerni. Az irányítási feladatok, ahol például vonatokat kell kicserélni különböző zegzugos vágányrendszereken keresztül. A méregetős feladatok, amit talán a Die Hard 3 című filmből ismerhetnek, ahol kannákból ki kellett mérni egy olyan mennyiséget, ami egyik kannának az űrtartalmával sem egyezett meg. Illetve az ősi algofejtörők, a minden programozó rémálma, ugye a Hanoi tornyai problematikája, amik mind-mind ilyen elemi algoritmusokra vezethetők vissza, nagyon jól játszhatók a gyerekekkel, és nagyon jó projekt feladat, hogy például ezeket hogyan tudjuk elkészíteni. Például a csónakot elkészítjük valamilyen anyagból, készítünk gyurmából farkast, káposztafejet, kecskét, el is játszhatjuk az átkelést, de Hanoi tornyait is tudunk csinálni, például hőre keményedő gyurmából, vagy pedig hungarocell segítségével, ami nagyon jól alakítható. Az osztály takarításáról arról nem beszélünk most ebben az esetben. Itt például egy algofejtörőnek egy átkeléses algofejtörőnek a leírása, a megoldási kulcsa. Ez nem azért készült, hogy a gyerekek elé tárjuk, elég nehezen értelmezhető, viszont tulajdonképpen már így kódolni tudunk egy problémát, és egy egyszerűbbet, ez egy elég bonyolult feladványnak a megoldása. Egy egyszerű, például az előbb említett, ahol ugye katonák vannak, és a két gyereknek kell átvinni egy csónakban őket, ezt már nagyon szépen le tudjuk rajzolni a gyerekekkel, és tulajdonképpen már egy kócsorhoz jutunk. Na de nézzük akkor most már a digitális eszközöket is, és rögtön jön egy olyan kérdés, még nem jött, de szokott jönni, hogy most alsó tagozatosoknak mi az a nehézség, amit lehet használni, mi az a szint, amit érdemes, például microbitet használunk-e alsó tagozatban, vagy nem, ugye alapvetően nem alsósoknak készült az eszköz, de én úgy gondolom, hogy mégis lehet használni, mert nem eszköztől függ. Azt tudomásul kell venni, hogy ezek az algoritmikus elemek, amit a robotikában a gyerekek elég gyakran alkalmaznak, egyéni konstrukciókból jönnek létre. Tehát ez is elképzelhető, hogy az egyes gyerekek vagy egyes csoportok teljesen másképp oldják meg, de sikeresen ugyanazt a problémát. Nagyon függ az egyéni jellemzőktől, amit ugye egy jó tanító mindenképpen ismer, de az is lehet, hogy akármilyen jó a tanító, például egy ilyen robotika feladat során jön rá arra, hogy egy tanuló például kiemelkedő algoritmikus gondolkodási képességekkel rendelkezik. Érdekes dolog, hogy például az Asperger-szindrómában szenvedő gyerekek legendásan jó kódolók, és például ez lehet egy olyan terület, ahol ők abszolút ki tudnak teljesedni, és utat tudnak mutatni a többiek számára is. És nagyon lényeges, ez egyébként általában jellem igaz mindenfajta alsótagozatos tanításra, hogy nem a tananyag határozza meg, hogy mi való egy gyereknek elsősorban, hanem a módszer. Tehát a microbitet például egy helyes megközelítés móddal nagyon is jól tudjuk alkalmazni alsótagozatban, csak differenciáltan és a segítségadás módjától függően érdemes alkalmazni. Erre mindjárt mutatnék példát is. Hát a klasszikus padlórobotokkal történő kódolás, az gondolom, hogy nem ismeretlen itt a közönség előtt, és nem is nagyon szeretnék ebbe olyan szempontból belemenni, hogy azokat a gyakorlatokat ismételgetném itt, amit ugye nagyon sokan alkalmaznak, tehát a különböző Matrixban való padlórobottal való mozgást. Erről nagyon sok irodalom van, ezt meg is fogom mutatni. Nem erre szeretnék elsősorban példákat mondani, de azért ezt is fogjuk érinteni. Érdekes dolog, és itt rögtön egy kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nincsenek ilyen robotjaink, vagy kevés van. Bizonyára sokan ismerik, amit itt most mutatni fogok, ezt a bizonyos emulátort,
ami az adott webcímen, amit láttok, elérhető, és tulajdonképpen ennek a segítségével lehet, most lehet egyébként, hogy ti ezt nem látjátok, mert a PPT-t jelöltem ki, vissza is kanyarodok, ja, bocsánat, egy kicsit itt elrontottam, mindjárt indítom. Tehát ez az emulátor, innen láttok egyébként képernyő kivágást. Egy bebop szimulátor, ugyanazt a klaviatúrát látják nagyba a gyerekek, és ugyanúgy működik, még a hangeffektusok is ugyanazok a bebopnál, illetve egy apró különbség van, ami az emulátor javára válik, hogy itt ebben a sorban az elemi lépések láthatóvá válnak, és a végrehajtás sorrendjét nyomon tudjuk követni. Ugye, ha csak a klasszikus bebopot használjuk, akkor ugye ezek nem láthatók. Igen, köszönöm, hogy kitette Anna Mária, akkor most nem tudom, valamit jelezzetek, akkor ezek szerint ugye nem volt látható a böngésző, mert a PowerPoint-ot osztottam meg. Igen, akkor jó, de ez az oldal, ami működik. Ezt én szerettem akkor is alkalmazni, a rendelkezésre áll a valódi bíbót. Azon egyébként el lehet gondolkozni, és a projektünk felépítésétől függ, hogy mi a sorrend. Először kézbe veszik a gyerekek a megfogható bíbótot, kapcsolatba kerülnek vele, és utána például a tudatos tervezésnél segít az emulátor, vagy pedig az emulátoron tanítjuk meg a kezelését tulajdonképpen, és utána kerül a kezükbe az igazi bíbót. Hát a logikus valószínű, hogy ez lenne, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül. Tehát nyugodt, én inkább először a gyerekek kezébe adnám a robotot, de ha nincs robotunk, akkor nagyon-nagyon jó kombináció, hogyha ezt az emulátort például gombokkal, kupakokkal kombináljuk. Nekem nagyon bevált ilyen természet barát anyag a dióhéj, egy fél dióhéj, amiből nagyon jó, hát most nem béhecskét, akármilyen állatot lehet készíteni. Itt mindenképpen az a lényeges a kupakoknál, gomboknál, dióhéjaknál, hogy jelöljük meg az egyik felét, mert az irányoknál nem lesz mindegy, hogy merre néz, merre áll. Egyébként itt ezen az ábrán is elég nehezen látható, tehát a szeme talán éppen ezért ilyen gülű a bíbótnak, hogy fölülről is lehessen látni, hogy merre van a feje. Én klasszikus módon például meleg ragasztóval egy gyöngyöt szoktam ragasztani a kupakra, illetve a dióhéjra, és akkor lesz egy ilyen orr. Egyébként nem fontos ennek méhecskének lenni, bármilyen állat lehet. Aztán mi a padlórobot projekteknek a menete? Nagyon jó, és függően attól persze, hogy a gyerekek most látnak először ilyet, vagy gyakran használják, nagyon jó, hogyha valami fajta fokozatosságot fölépítünk. Itt a képeken az látható, hogy először még robotok nélkül a gyerekek saját maguk bejárnak egy útvonalat, tulajdonképpen közvetlen tapasztalatokat szereznek arról például, hogy mit jelent a 90 fokos elfordulás jobbra vagy balra, mert ezt ugye egy első osztályosnak elég nehéz elméletben elmondani. Amit a képen láttok, a baloldali képen, az egy imitált bolygó felszín. Itt kreppapírból ilyen izzó láva halmokat meg kőzeteket készítettünk, amit ki kell kerülni egy holdjárónak, amit a gyerekek testesítenek meg. A jobb oldali rajzon egy közbülső absztrakciós fázist látok. Aki bíbótozni szokott, az észreveheti, hogy nagyon gyakran a gyerekek tőlünk függetlenül beiktatnak egy plusz fázist. Ugye első az lenne, hogy ők lelépik, a másodiknál beprogramozzák a robotot. Nagyon sok gyereknek ez túl nagy ugrás. Ugye utalnék itt a BBC modellben arra bizonyos absztrakciós szintre. És sokkal egyszerűbb az, hogyha második fázisnál lépünk, hiszen előtte már léptünk kupakokkal, dióhéjakkal, vagy akár a kezünkkel, vagy a lábunkkal, lelépik a gyerekek a robottal a kezükben ezeket a fázisokat, de úgy, hogy közben minden lépés után be is programozzák az adott lépést, és utána visszateszik a kiinduló pontra. Ha nem használunk Matrixot, és az elején nem is érdemes használni feltétlenül, akkor gondot szokott okozni, főleg az elsősöknek és az óvisoknak, hogy mennyi az a bizonyos 15 cm, amennyit a robot tud lépni. Ezt ilyen tapasztalati úton, becsléssel nagyon hamar megjegyzik a gyerekek, de például ennél a feladatnál, amit itt a jobb oldalon próbál meg ez a fiú kikerülni, ezt a láva krátert,
Itt nagyon nagy jelentősége van minden centiméternek, hogy ne érjen hozzá, tehát itt megengedhető egész nyugodtan egy kicsike kis hiba. Aztán egy érdekes játék a vezérlésnek a szimulációjára, tehát hogy amikor a robotot irányítjuk, milyen játékok játszhatók, milyen közbőső fázisok vannak. Ez egy lyukkártyával vezérelhető humanoid, ami tulajdonképpen a humanoid az a gyerek az osztályunkból. És nagyon érdekes, hogy melyik érzékszervünket használjuk, mert itt a bőrérzékelés az, ami működik. Ugye az egy elég szokvány dolog, nem, hogy látjuk, halljuk az utasítást, de az nem szokvány dolog, hogy tapintjuk. Lehet utalni arra, hogy ez bizony működőképes dolog, például a lyukkártyaolvasók, de a hétköznapi tapasztalat, amivel azért találkozhatunk, például néhány autómosó működik úgy, hogy kapunk egy kártyát, és a különböző programoknak megfelelően van kilukasztva a kártya, attól függően, hogy milyen programra fizettünk be. Ezt úgy lehet játszani, hogy az egyik gyerek, aki a robotot testesíti meg, hátra nyújtja a kezét, és kap egy kártyát. Én a telefonkártyákat, a régi telefonkártyákat vagy bankkártyákat használtam erre, sima lyukasztógéppel lukasztottam rá. Itt egyszerűen, hogy a kisebbeknek a mennyisége lényeges a luknak, nem az elrendezése. És utána kitettem ezt a jelkulcsot, hogy különböző lyukkártyákra különböző dolgokat kell csinálni, és a gyerekek kitapintják ezt a programot, a kódot, és végrehajtják. Nagyon-nagyon szokták szeretni, és nagyon jó átvezetés a robotokhoz. Aztán néhány robotpálya látható itt, amiket mi fejlesztettünk, de itt a robotcsámborgás csoportban például, vagy egyéb robotos fórumokban rengeteg, rengeteg jó példát lehet látni. Ugye ismerjük a cserélhető szimbólumokat, amiket fólia alá helyezünk, rajzolhatunk is a legkezdetlegesebb, mi éveken keresztül csomagoló papírra készítettük el a robotpályáinkat. Ugye ismert a viaszkos vászon technológia, amikor még azt is láttam, hogy egész véletlenül árulnak olyan viaszkos vászon terítőt is, ahol 15x15-ös mátrix van, és pont lehet működni. Vagy előfordul az is, amikor a viaszkos vászonra teszünk egy átlátszó felső réteget, tehát vége láthatatlan a dolog. De ma már létezik egyébként pályatervező szoftver is, ahol egy adott weboldalon megtervezhetjük a saját pályánkat, és utána ezt legyártják nekünk, ráadásul nem is egy egetverő nagy összegért, és utána már például a gyerekek a saját rajzaikkal benépesített pályát használhatják, de professzionális kivitelben ez óriási öröm szokott lenni, vagy a saját fényképeiket tehetik rá, és így tovább. Ez a pálya az egyik bonyolultabb pályánk közül való, de most nem akarok ebben részletesen belemenni, hogy itt milyen feladatokat lehet megvalósítani, mert nyilván erről már mindenkinek van tapasztalata, illetve ajánlani fogok ehhez irodalmat is. Itt például egy történet látható, mert a következő nagyon népszerű robotika feladat és igazi projekttéma, amikor egy beprogramozott útvonalon halad a robot, de közben történetet is írunk a gyerekekkel, és ezt a történetet valamilyen formában rögzítjük. Például az elsősök rajzokat készíthettek, ezeket el is helyezhetik a bizonyos fázisokba, és a projekt bemutató, amivel elvarázsoljuk a szülőket, kollégákat, az iskola vezérkarát, stb. Az az lehet, amikor a gyerekek által beprogramozott robot bejár egy útvonalat, és közben a gyerekek az adott fázisnál elmesélnek egy-egy kis részmozzanatot, esetleg báboznak hozzá, rajzot helyeznek el. Egy igazi komplex projekt téma lehet. Természetesen itt rengeteg lehetőség van, hiszen tervezhetünk egy saját pályát és a saját történethez. Ez a pályánk a kicsiknek van, itt például az ovisok, vagy a robotikával most ismerkedő gyerekek játszhattak. Itt például nincsen aszfaltút, tehát itt annyi megkötés nincsen. Egyébként mondjuk itt azért itt sincs megkötés, mert itt azt mondjuk a feladatokkal, hogy például repül a méhecske, akkor nem kell úton mennie, de ha gyalogol, akkor azért érdemes az úton mennie. Itt ilyen nincsen. Rengeteg lehetőség van, hogy miket kell elkerülni, miket kell összegyűjteni. Ehhez mi készítettünk módszertani leírást is, úgyhogy de bárki tud készíteni ilyen pályákat.
Itt is nagyon-nagyon jó történetmesélés valósítható meg. Hát egy-két ilyen robot feladatkártya, ezeket mi készítettük, de bárki tud ilyet készíteni. Ez egy egyszerűbb kártya, itt még ugye az elemi lépéseket elhelyeztük rajta, és ezt be lehet a robotba pötyögni, vagy pedig le lehet lépni például kupakokkal. Itt már egy kicsit összetettebb feladatok vannak, és több módon, több útvonalon kell végrehajtani ezeket. Mi alkottunk egy ilyen kategória rendszert a színkódokkal, de ez nem fontos. Mondjuk csinálhattok ti is a projektben valami hasonlót. Ez egy csíkkövető robot, amit nem a gyerekek építettek természetesen, viszont egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekek megtanulják, hogy mit jelent az, hogy egy egyszerű vezérléssel hogyan lehetne nyomon követni azt, hogy mit csinál tulajdonképpen egy robot, hogyan működik, mi az a szenzor. Ebben a robotban kettő darab szenzor van, és nagyon egyszerűen úgy működik, hogyha az egyik szenzor érzékeli, hogy nem verődik vissza a fény, tehát feketén van, akkor a másik oldali kereket elindítja. Ezt a mozgást nagyon szépen el lehet játszani a gyerekekkel, le lehet lépkedni velük, és tulajdonképpen az első ismerkedés avval, hogy a robot nem csak végrehajt valamit, hanem érzékel valamit a külvilágból. Aztán itt a következő, a Microbit, amit én alsó tagozatban úgy használok, hogy nem akarom természetesen megtanítani a teljes program utasítás készletet, hanem egy meglévő programot teszek a gyerekek számára elérhetővé, és ők annyit próbálgattak, hogy megváltoztatják ezt a programot. Alapvetően ugye általában a LED sor, vagy a LED matrixot szokták átírni, és egy óriási öröm a gyerekeknek, amikor az jelenik meg azon az apró kijelzőn, amit ők álmodtak. Természetesen a letöltést azt szoktuk segíteni, de a szimulátorral is nagyon szívesen játszanak, úgy, hogy utána a végén, amikor már elkészül a nagy mű, akkor azt én például rátöltöm a Microbitre. Amit itt láttok, ezek hasznos kiegészítők, és a differenciálásnak a kiváló eszközei. Ezeket most vettem a Betshow-n, ezek apró kis eszközök, például a terepasztalra helyezhetők. Itt ezekbe a lukakba kell a Microbitet becsavarozni, és tulajdonképpen az vezérli, ez egy egyszerű közlekedési lámpa, ez egy nem annyira egyszerű, ez egy utcai lámpa, aminek itt van egy érzékelője, egy fényérzékelője, és be lehet állítani, hogy sötétbe bekapcsoljon, vagy sötétbe kikapcsoljon. Természetesen ezt a programot nem a gyerekeknek kell megszülni, bár olyan negyedik osztályos tanuló is van, aki ezt minden további nélkül megírja, hanem a kész programot kell módosítani a gyerekeknek, és nagyon jó például olyan gyerekeknek, akik járnak már kódolóiskolába, iskolán kívül is foglalkoznak robotikával, vagy van otthon valamilyen robotjuk, vagy Microbitjük, hogy például a robotpálya, az előbb látott Bebot pálya nagyon szépen kiegészíthető például ezekkel a lámpákkal, mikor differenciált munkában egy kis tím, egy ilyen programozó tím, egy, kettő, három gyerek kap egy ilyen eszközt, és az én segítségemmel például elkészítik a lámpa programot, és ezt utána ráteszik a robotpályára. Amit itt látok, egy konkrét megvalósult példa, nagyon tudom ajánlani valamilyen nagy komplex építő feladatot. Ez a Jövő Iskolája projekt, ahol a gyerekekkel elkészítettünk egy makettet, és a differenciált munka keretében egy kisebb csapat képes volt arra negyedik osztályban már, vagy kisebb, többiek másodikosok voltak, de negyedikesek már egy Raspberry Pi számítógépet Scratchben annyira tudtak programozni, hogy egy-két dolgot már tudtunk vezérelni ezen a Jövő Iskoláján, például be tudtunk kapcsolni fényeket. Természetesen a technikai részét azt én készítettem el, illetve a gyerekekkel együtt készítettük, nyilván a kapcsolást nem. Itt láthatjátok, hogy úgy nézett ki, hogy ugye ez a Raspberry Pi számítógépnek nincs saját klaviatúrája, ezért egy Bluetooth-os klaviatúrával vezéreltük. Itt van, hogy melyik billentyűre mi történik, és ilyeneket találtak ki a gyerekek például valószínűleg egy iskolai kirándulásnak a élménye hatására, amikor nem fértünk fel egy vonatra, pedig le volt foglalva a teljes kocsi, ilyen gondolom másra is előfordult.
Kitalálták, hogy egy lézeres teleport van az iskola tetején, ami szükségtelenné teszi a közlekedést, és bárhova el lehet teleportálni az osztályt. Ez a lézeres teleport, ez egyébként valóban egy pici mini lézer volt, amit az AliExpress-en vásároltam. Illetve van ilyen egy digitális menza, amelyik bioszenzorok segítségével ellenőrzi az ételek tápértékét, frissességét. Hát nyilván itt is, amiről beszéltem, a hétköznapi tapasztalatok sarkalták a gyerekeket arra, hogy ebben valamit érdemes tenni, de például a világítást is lehetett ebben kapcsolni. És végül egy megint másik jó ötlet, hogy mit lehetne csinálni még a digitális témahéten, például mi készítettünk egy társas játékot, és ennek a bemutatásával zárnám az előadásomat. Ez a társasjáték egy bíbót társasjáték, ahol a bábú egy vagy két bíbót, kettő, mert ugye több csapat van, elég bonyolult a szabályrendszer, elindítok egy kis videót erről, és szintén alámondással elmondom, hogy mi látható itt. Tehát dobókocka helyett érdekes módon egy microbitet használtunk. A programot nem a gyerekek írták, mert azért elég bonyolult volt. Ez ugye olyan, mint ezek a klasszikus szerepjátékoknak a több oldal, több lapú dobó testjei. Tehát itt lehetett dobni mindenféle jeleket. Van olyan, hogy repülni tud a méhecske, úszni tud, hány lépést megy, varázskártyát lehet fölvenni, ugye a klasszikus Monopoly szerencsekártyának felel meg egy picit. És egy számot is ki lehet dobni, ami azt mutatja, hogy hány lépést, vagy hány programozási lépést csinálhatunk a bíbottal. Itt például ugye az van, hogy úton kell menni, tehát a zöld úton vagy lehet repülni, és hányat kell előre menni, a gyerekek beprogramozzák, ugye általában többen vannak egy csapatban, beprogramozzák, és végre kell ezt a dolgot hajtani. A cél az olyan is van, hogy például a kaptárba kerül, tehát pihenőt tart, van egy ilyen teleport része, ahol át lehet menni egyik oldalról a másikra, föl lehet húzni szerencsekártyát, amiben ilyenek vannak, hogy beleragadtál a mocsárba, egyszer kimaradsz, vagy átteheted 5 mezőnben oda, ahova szeretnéd, és így tovább. Addig megvan határozva, hogy meddig tart a játék. Ez például gyerekek által kitalált szabályrendszer, nyilvánvaló, hogy támaszkodtak azokra az általuk ismert társasjátékokra, amikkel már sokat játszottak. Mi pedig legyártattuk a pályát olyan módon, hogy ezzel utána tudjunk játszani. Nagyon-nagyon népszerű ez a játék, és a projektnek egy óriási eredménye, hozadéka, hogy ez utána megmaradt, és a gyerekek a mai napig nagyon-nagyon szívesen órákon át játszanak ebben. Arról ne is beszéljünk, hogy ugye az algoritmikus gondolkodásuk mennyire fejlődik ezekkel a feladatokkal. És mondtam, hogy ajánlok két könyvet, az egyik, az azért jó a jobb oldali, mert az ingyenes, egy e-book, a Koduról, amiről ugye ma nem volt szó, de lehetett volna, csak ugye nem, hát mivel gépfüggő, tehát ugye ez csak virtuálisan létezik, ezért ilyen projekthez nem annyira látványos vagy jó. Illetve a Bíbottal kapcsolatban pályaötletek, feladatötletek találhatók ebben a könyvben. Köszönöm a figyelmet, illetve, hogy végighallgattatok, a QR kódban van az elérhetőségem, és nagyon jó projekteket, nagyon jó ötleteket kívánok a digitális témahétre, és még egyszer zárásul a mottót ne feledjétek, hogy a folyamat a lényeg, nem a végeredmény, de azért legyen a végeredmény is jó, és nyerjetek külön díjakat, úgyhogy ehhez kívánok sok sikert, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagyon szépen köszönjük az előadást. Én mondtam, hogy érdekes lesz.